December 1-én a Városháza dísztermében köszöntötték azokat az önkénteseket, akik már több alkalommal nyújtották segítőkarjukat. A Magyar Véradók Napja alkalmából rendezett ünnepségre Kalocsa mellett Fajszról is érkeztek véradók. A megjelentek között pedig volt, aki már több mint 100 alkalommal segített. A részvevőket Szejszné Nyírő Csilla, a Magyar Vöröskereszt Kalocsa Városi Szervezetének területi vezetője köszöntötte, majd Lipótné Komjáti Andrea, a vármegyei szervezet igazgatója szólt a megjelentekhez, aki felidézte, 1988 óta, november 27-én tartják a Magyar Véradók Napját. Én, ha lehetne, akkor minden egyes alkalommal megköszönném ezt külön. Mint ahogyan a szervező kolléganők meg is köszönik a megjelent véradóknak egy-egy véradás alkalmával. De külön szeretném azt hangsúlyozni, hogy számunkra minden véradó egy hős, és a hétköznapi hősökről beszélgetünk. Ez az önkéntes cselekedet, ez semmibe nem kerül nekünk adományozóknak, mármint akik vért adományozunk, viszont azoknak, akik rászorulnak és reménykedve a gyógyuláshoz várják ezt a pótolhatatlan anyagot, azoknak nem csak magát a vért adjuk, hanem reményt arra, hogy meggyógyulnak, és nem csak annak az egy betegnek, hanem talán az egész családnak is. Hiszen gondoljunk bele, hogy amikor egy családfő, egy anya, egy kisgyerek a családban arra vár, hogy a gyógyító vérhez hozzájusson, akkor nyilván nem csak neki remény az. Lipótné Komjáti Andrea továbbá kiemelte, a vármegyében évente 800 véradó eseményt szerveznek, melynek mintegy 80%-a kitelepülés. Mi éves szinten körülbelül 20 000 véradót tudunk megszólítani itt a vármegyében. Ez nyilván nem 20 000 főt jelent, hanem vannak, akiket évente többször is, hiszen a férfiak egy évben 5-ször, a nők pedig 4-szer adhatnak vért, tehát előfordulhat, hogy egy évben többször is felkeressük a felhívással a véradót. Nagyon sok az első véradó is. A probléma az, hogy ők nem biztos, hogy megmaradnak véradónak, mert elmennek tovább tanulni, mert munkába állnak, és aztán mindig fontosabb dolgokat, de mi pont ezért törekszünk arra, hogy a munkahelyek és a mindenféle társadalmi egységek, mint egyház, iskola, lakóközösség szervezésbe is be tudjanak kapcsolódni, mert akkor egyre több lehetőséggel tudjuk megkínálni azokat, akik jönnének újra és újra. Az ünnepségen műsorral is kedveskedtek a véradóknak. Elsőként Jagica Zsófia varázsolt el a résztvevőket dalcsokrával, majd a fogtői mikroszínpad változtatta a színházteremmé a Városháza dísztermét. Ezt követően a szervezők köszönetüket fejezték ki véradóiknak, illetve segítőiknek, akik hétköznapi hősökként több alkalommal nyújtották már segítőkarjukat.